Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy adottak a feltételek, hogy a szerbiai sertés és csirkehús kivitelre kerüljön. A folytatásban ellátogatunk a Steyr traktorszerviz és értékesítési központba, ami már egy hete működik Törökbecsén. De foglalkozunk töktermesztéssel és a 17. szabadkai Biofesttel is. Előtte azonban legfrissebb terménytőzsdei híreink következnek. Adottak a feltételek, hogy a szerbiai sertés és csirkehús kivitelre kerüljön. Az Európai Unió zöld utat adott Szerbiának, ennek köszönhetően pedig pár héten belül elkezdődik a baromfihús kivitele, míg a sertéshús exportálására 2022 elején kerül sor. A napokban tette közzé a hírt a mezőgazdasági minisztérium, miszerint Szerbia exportálhat külföldre sertés és baromfihúst. Szerbia közel 30 éve nem szállíthatott a határon túlra sertéshúst, baromfihúst és tojást pedig több mint 10 éve. Stábunknak Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkár is megerősítette a hírt, miszerint az Európai Unió engedélyezte a kivitelt. Brüsszelbe elfoglalásra került a Szerbiából, az Európai Unióból való baromfihús kiviteli jóváhagyásának a procedúrája, és az elkövetkezendő 2 hétben ez a kiviteli procedúra ez teljesen életbe fog lépni, és ezzel lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Unióban több év, lehet mondani évtized után ki lehessen exportálni, vinni a baromfihúst. Ami pedig a sertéshúst illeti, várhatóan februárban lesz még egy kontroll. Ezzel kapcsolatban mi a minisztériumban minden olyan feladatot elvégeztünk. Itt konkrétan gondolok az élelmiszerbiztonságra. Így adott minden arra, hogy ugye a kontroll után minden rendben legyen, és hogy az Európai Unió megnyissa a határait a szerbiai hús előtt. Az ágazat jelentősen megszenvedte a koronavírus járványt, a vágóállatokat nehezen tudták értékesíteni. Derült ki a Szerbiai Gazdasági Kamara Állattenyésztési Egyesületének közelmúltban megtartott ülésén. A táj és tájtermékek behozatalának értéke az év első 6 hónapjában 52 millió eurót, a kivitel pedig 39,3 millió eurót tett ki. Az import sertéshús értéke 20,6 millió euró volt. Jelenleg Szerbiában 180 dinár az élő sertés kilogrammonkénti felvásárlási ára. Viszont hiába a magasabb felvásárlási ár, amikor sokan felszámolták a jószágállományt, így hízó sertés sem igazán van, valamint a kereslet is gyenge. Nyilatkozta Borsos Csaba Adorjáni felvásárló. Hozzátette, a külföldi húsexport nem jelent megoldást a jelenlegi helyzetre. Jelenleg biztos, hogy nem, ha ugyanezek az árak maradnak a környező országokba, ugyanis Magyarországon is, Romániában is és Horvátországban is jóval olcsóbb a sertésnek a fölvásárlási ára. A környező országokban 130-40 dinárba kerül a disznónak az élő ára, ami azt jelenti, hogy a mi 180 dináros disznó élő árunkkal nem tudunk konkurensek lenni a külföldi piacon a hústermékekkel. De hát az azért természetes, hogy a befektetések is itt nálunk többbe kerülnek, nagyobbak, nem? Sajnos igen, ugyanis nálunk génmódosított szójában nem lehet etetni, termán is lehet etetni, se lehet, viszont Magyarországon a génmódosított szóját behozzák külföldre, és abba etetnek, aminek az ára a magának a szójaszaknak 50 dinár körül mozog ott, míg mi nálunk ez 100 dinár. Tehát olcsóbban tudnak előállítani is. Hát, hogy most ezt minisztériumilag rendelet lesz rá, hogy megengedjék nálunk is, hogy ilyen szójával etessünk, vagy ne. Ez még a jövő zenéje. Beszélnek róla, de egyelőre konkrét döntések még nincsenek. A mezőgazdaság húzó ágazata az állattenyésztés. A szakemberek az agrárium nehéziparának nevezik, ugyanis rajta áll vagy bukik az agrárium gazdasági értelmében vett életképessége. Ahol erős az állattenyésztés, abban az országban a mezőgazdaság is erős, vallják a szakemberek. Az állattenyésztés a mezőgazdasági kibocsátás 40%-áért felel a fejlett országokban, 20%-ért a fejlődő országokban. Törökbecsén megkezdte működését a Steyr traktorok szerviz és értékesítési központ, amelyet a CNH Industriál nagy-britanniai székhelyű világcéggel közösen épített ki az Agrotech Kft. Az európai színvonalú központban a mezőgépek javítása mellett gépkezelői képzés is lesz. Az Agrotech új szerviz és értékesítési központja két épületből áll, szükség esetén pedig helyszínre is tudnak menni. Az eladóközpont mellett ugye háta mögött ott a szerviz is, amivel ugye a traktorok javítását és a rutin szervizeket végezzük. Mellette még, ha már alkalmamnak elmondanám, hogy a POP cégünk is, ami a kapcsolatú gépeket gyártja, és ugye ehhez az eladóközponthoz kapcsolódik, és ugyanígy bárki bármit tud vásárolni, ami az gyár palettáján is található. Az új központ nagy segítség a környékbeli gazdák számára. A városban a tumultus miatt nagyon nehéz megközelíteni nagy mezőgépekkel. Nekünk ez a lokáció nagyon megfelel, mert könnyen hozzá lehet férni minden oldalról. A megnyitón bemutatták a legújabb Steyr traktort is. Ami új most ennél a változatnál, hogy az előző verziónak egyes hibáit kijavították, és kapott egy teljesen új kabint, amiben megérkezett az új, nem csak az új képernyők érkeztek meg, hanem az új vezérlőegység is, ami számunkra azért nagyon fontos, mert egy sokkal nagyobb képernyőt kapott az ember, amin kényelmesebben, sokkal modernabban tudja felügyelni a munkafolyamatokat, és az egész precíziós gazdálkodáshoz szükséges eszközöket nyomon tudja rajta követni. A szerbiai földművesek jó kezekben vannak az Agrotechnél, mondta Matteo Paraluppi, a Steyr kelet-európai, Balkán és olaszországi menedzsere. And in Serbia, of course, we are planning to grow, and I think that the company Agrotech is showing this because of the investments that they are making. You see the building today, a wonderful one. So it means that for our brand, the Serbian market is really important with a lot of potential. A megnyitón részt vett a tartományi képviselőház elnöke, Pásztor István is. Az Agrotech cég mindenképpen nagy szerepet játszik a tartomány mezőgazdasági versenyképességének növelésében, mondta. Ez a cég az Agrotech. Az elmúlt években a Prosperitáti által működtetett gazdaságfejlesztési programnak az egyik alappillére volt. Több ezer szerződést kötöttek és bonyolítottak le kiváló módon. Ezeknek része volt az itt bemutatásra kerülő Steyr is. Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár hangsúlyozta a mezőgazdaság korszerűsítésének fontosságát és az ehhez szükséges pályázatok jelentőségét. Ez egy szélesebb kontextusban is értelmezhető. Nem csak az Európai Unióhoz kell fölzárkoznunk, hanem a körülöttünk változó éghajlathoz, évhez, termelési föltételekhez. Igazából semmivel sem marad el a vajdasági, szerbiai mezőgazdasági szakértelem és a gazdák napra készsége, rátermettsége az Európai Unióban lévő gazdákétól, és amire föl kell, hogy készüljünk, és amire közösen, mint minisztérium is termelők készülünk el, azok a jó támogatási lehetőségek. A központban a mezőgépek szervizelése mellett gépkezelői képzése is lehetőség lesz. Vegyszermentes termékekkel, kiállítással, előadásokkal és termeléssel kapcsolatos tanácsadásokkal várták a vendégeket a 17. Biofesten. A szabadkai rendezvény célja a biotermékek megismertetése a közönséggel. Több mint egy tucat termelő mutatta be a portékáját a 17. Biofesten a szabadkai Szabadegyetemen. A biotermesztésben nem alkalmaznak vegyi anyagokat, ezért környezet és egészségkímélő. Csikós Árpád Tótfaluból érkezett. A fiatal termelő 20 hektáron gazdálkodik. Ebből 7 hektáron alapvető gabonaféléket termesztünk, viszont 13 hektáron pedig zöldségeket, és több mint 30 kultúrát csinálunk, tehát jó rész szinte minden, ami szükségeltetik, azt termesztünk, különféle káposztaféléket, gyökérzöldségeket, kabakosokat, hüvelyeseket és így tovább. Ugye adódik a kérdés, hogy mennyire népszerű a vegyszermentes növények magán a piacon, tehát mennyire van kereslet az ilyen növények iránt? Ez folyamatosan nő a népszerűsége, tehát mi ezzel már 18 éve foglalkozunk, és lehet mondani, hogy ez folyamatosan növekvő a keresletre. Magák a termékek természetesen népszerűek, de az értékesítés azért nem egyszerű, mert hát sokkal magasabb a hozzáadott érték egy vegyszermentes terméknél, és hát ezt ugye prezentálni is kell a fogyasztók felé. A legtöbb termelő már hosszú évek óta foglalkozik biotermesztéssel. Truzsinszki Szabolcs az őshonos állat- és növényfajták újraélesztésével foglalkozik, valamint azokból késztermékeket állít elő. Az őshonos növényekből termesszük a tönkölyt, a tönkét és az alakart. Szóval az őshonos buzákból ezt biotermelésbe csináljuk, termesszük őket, földolgozzuk, lisztet készítünk, és itt, amit látszik példák, és itt vannak a lisztek is, meg tésztákat is csinálunk, szóval végtermékeket készítünk, és ezt egész Vajdaság területén bioboltokba értékesítsük. A Bácskosútfalvi Dušan Mrđa is már viszonylag régi motorosnak számít a biotermelők között. Mint mondta, nehéz elérni a biotermelői státuszt. A fiatal termelő elmondása szerint a profiljuk a paradicsomra épül, de emellett számos más növénykultúrát termesztenek. Van paprika is, most buzát ütettünk az idén, mert mondom, kint igazából gazellen ütettem, de gyönyörű buza is lett, úgyhogy a földeken nem volt olyan szép, pár ezer négyzetméteren. Vettünk most egy kis szőlőst is hozzá, a Prosperitátinál pályáztunk is rá, bár kicsiben én szerintem nem éri meg pályázni, de jó van, hogy akarnánk a kis gyümölcsöt. A biotermelők önkormányzati, tartományi és köztársasági szinten is pályázhatnak támogatásokra. A termelők szerint már az is nagy segítség lenne, ha az adminisztrációs folyamatokat egyszerűsítenék a gazdák számára. Csikós Árpád azt mondta, megéri vegyszermentes növényekkel foglalkozni, azonban a támogatás mindig jól jön. Igen, hát van a köztársaságnak is, tartománynak is, és még a helyi önkormányzatnak is Magyar Kanizsán támogatása a vegyszermentes termelésre, és hát ezekre szükség is van. Illetve hát a köztársaságtól várunk az idei évben egy jóval számottevőbb támogatást, mint amit az eddigi években, ami még eddig sajnos nem realizálódott. Szerbiában 2000 biotermelőt tartanak számon, ez az összes mezőgazdasági termelő alig fél százaléka. A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között jön létre, semmilyen szintetikus, mérgező anyagot nem tartalmaz. A tápanyag utánpótlása is csak szerves eredetű tápanyag lehet. A növényi károsítókat mechanikus úton írtják. A kórokozókkal szemben olyan természetes eredetű szerekkel védekeznek, amelyek nem szívódnak fel a növényben, illetve vízzel könnyen lemoshatók. Időtlen idők óta termeszt az ember tökféléket, és nem csupán étkezési célra. Igen sok kultúrában elterjedt szokás volt különböző díszeket, használati tárgyakat, hasznos eszközöket készíteni tökből. Egyre népszerűbb térségünkben a dísztök és a sütnivaló tökök termesztése. A dísztökök kellemetlen ízük miatt nem ehetők, de termesztésük megegyezik a többi tökfélével. Az agrárszakemberek szerint az olajtök vagy a magjáért termesztett tök ok nélkül háttérbe szorított mezőgazdasági növénykultúra, pedig kitűnő eleme a vetésforgónak. A töktermesztés Vajdaságban nem terjedt el olyan mértékben, mint amennyire a termesztési feltételek ezt lehetővé tennék a homogén kultúrtájnak köszönhetően. Az ősikelt a hagyományokból kialakult Halloween autentikus ír ünnep miatt, ami hazánkban is egyre népszerűbb, többen a dísztök termesztésében látják a profitot. A moholi Milos Ivanov kertjében aprólékos és időigényes munkával termeszt különböző országokban őshonos tökfajtákat. Kínálatában megtalálható a spagetti töktől kezdve a mauritiuszi tökön át, a gesztenye ízű tökig minden. És mióta foglalkozik a tökökkel, illetve honnan a tökök szeretete? Hát én gyerekkorom óta szerettem, tehát a tököket, a virágokat, és körülbelül 20 éve foglalkozok, hobbi szinten. Beszéljünk akkor egy kicsit a tökökről, itt látom, hogy különböző fajták vannak, meséljen nekünk egy picit a fajtákról. Van 20-valahány fajtám, körülbelül 80%-a ehető, többi az dísz, ugye, meg vannak ilyen egyéni, tehát gluténérzékenyeknek van spagetti tököm, azt majd meg is fogom mutatni aztán. Akkor van cukrosoknak való, tehát inszulin, természetes inszulin van benne, akkor jurgeták, ezek a hosszú tökök, tehát ez mind ehető, tehát levesnek is lehet készíteni, kompótnak is lehet készíteni. Mennyire időigényes, illetve munkaigényes maga a töktermesztés? Hát azt ilyen megszállott kő mindén, tehát nagyon-nagyon sok munkával jár, meg szeretett ki hozzá, az biztos. És hogyan kezdődik maga a termesztés? Tehát mikor veti el a magokat, mikor van az úgymond szedés, aratás? Ez majdnem, hogy az évektől is függ. Az idei év az nagyon hideg volt, a május, akkor szokták, különben 17 fokos a föld, tehát 17 Celsius fokos a föld, akkor legjobb a töknek keléshez. És aztán rájött a szárazság, és örülök, hogy ennyi is termett, van körülbelül egy 20-valahány fajtám, és akkor én meg vagyok elégedve. A tök piaci besorolása a gazdasági helyzettől függően sokat változott. Egyszer csemegének, másszor sertéstakarmánynak, sokáig pedig a szegények ételének tartották. A tök előtörése a kulináris ranglétrán azt eredményezte, hogy eddig sosem látott, izgalmas formák jelentek meg a palettán. Ilyen például a kolbásztök, a jurgetatök, a tehetzamata miatt az asztal királyának nevezett makkalakútök, a zöldhéján szürkén csíkozott boglárka nevet viselőtök, amelynek íze az édes burgonyáira hasonlít. A kemencés ételekhez édességként és fagylaltként is elkészíthető édes gombóc nevet viselőtök, mely könnyen jól nevelhető magról. Látványos, a színe krémtől elefántcsont színig terjed, sötétzöld, élesen határolt csíkokkal tarkítva. Pap Horváth Csilla férjével, Zsolttal néhány éve kezdett el dísztöktermesztéssel foglalkozni. 5 évvel ezelőtt jött maga az ötlet, amikor ugye én is elértem azt a kort, hogy az ismerőseimnek már gyerekei voltak, és a közösségi oldalakon elkezdték keresni a faragnivaló tököket. Akkor mondtam apukámnak, aki földműveléssel foglalkozik, hogy mit szólna, hogyha megpróbálnánk egy ilyen vonalat is a családi gazdaságban, ő meg nem volt ellene, és azóta is támogat ebben. Az apukát nem próbált meg rábeszélni arra, hogy inkább tököt termesztetek eladásra, a magjáért, az olajáért, hanem maradjatok inkább a dísztöknél. Mi volt a vélemény erről? Először tényleg csak nagyon-nagyon próbára ültettünk faragnivaló tököket, de amikor látta, hogy erre mekkora kereslet van, akkor belátta is, hogy van ebben fantázia. Honnan kerülnek ki a vásárlóitok? Kik azok, akiket meg tudtok célozni ezzel? Vagy mesélj nekünk egy picit arról, hogy például egy közösségi médiás felületet is létrehoztál online eladásra. Így van, a privát profilomat tavaly már kinőtte ez a tökös biznisz. Túl sokan kerestek meg egyszerre, ismeretlenek, és ezért létrehoztam egy külön oldalt a Facebookon konkrétan, Csillatökök néven, és idén úgy tűnik, hogy ez már nagyon jól működik. Hát mondhatom, hogy itt a Tisza mentéről elég sok új ember ismert meg. Például már idén is becséről keresnek, csantavérről, temerinből, de a vásárlóim fő vonala még mindig Ada, Mohol, illetve mivel a férjem becsei származású, ezért becsére is szoktunk vinni tököket. Egyébként dísztököt saját magunk is termeszthetünk a kertben. Az ősszel leszedett tököket szárítással tudjuk tartósítani száraz, szellős helyen. Élénk színüket is megőrizhetjük, ha 1 pohár boraxból és 3 pohár vízből kevert eleggyel mossuk át őket, majd szárazra törlés után bedörzsöljük a felületüket viasszal. Ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat visszanézhetik a www.pannonrtv.com oldalon. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal és érdekességekkel. Viszontlátásra!